átadták az ország leghosszabb kupapályáját, tűz pusztított a pályautcában, továbbra is várják a segítséget. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 11-én 18 óra 5 perckor. Az Erzsébet-ligetben az országban jelenleg a leghosszabb 230 méter aszfalt burkolatú kerékpáros pumpapályát adtak át. A kerékpáros és roller versennyel vették birtokba a gyerekek és a felnőttek a pályát. A 40 milliós beruházáshoz az Aktív Magyarország program részeként az országos Bringa Park program nyújtott támogatást az önkormányzati önerél mellé. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke örül a pályának, és mint mondta, jó lenne 20-30 évvel fiatalabbnak lenni, hogy aktívan minden nap kijöhessen ide. Az Erzsébet-liget egy gyönyörű szép megújuláson megy keresztül, ahogy Jászlikun-Szolnok megyében az ifjúsági sportokhoz, aktív és ökoturisztikai kikapcsolódáshoz tartozó pályák is egyre inkább megújulnak és vadonatújak létesülnek, és így a fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, hogy ne a számítógép előtt, ne a telefonot nyomkodásával töltsék az időt, hanem kint a szabadban, közösségben, ráadásul a sporttal egészségesen, ez egy óriási lehetőség. Nagyon köszönjük a finanszírozását, és nagyon köszönjük azt is, hogy a kivitelezés ilyen magas színvonalon készült el. Én öltönyben azért lehet, hogy nem próbálnám ki, mert nem a legkényelmesebb öltözett, és nem is a legbiztonságosabb, de ki fogom próbálni, a lányaim is nagyon szeretnek kerékpározni, ők is ki akarják, úgyhogy most a hosszú hétvége közelettével mindenféleképpen szerinteljük mi is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, bár ma van a hivatalos megnyitó, két hete két fia többször is végigment a pályán, amit nagyon élveztek. A képviselő még óvatos, de hamarosan ő is kipróbálja majd a pályát. Két héttel ezelőtt már az én két fiam többször is végigment, nagyon élvezték a pályát. Én még óvatos vagyok, én még csak úgy próbálgatnék, vagy legalábbis a gondolattal játszom, de azt hiszem, hogy ki fogom próbálni mindenképpen ezt a pályát, nagyon tetszik. A gyerekeket elcsalogatni a számítógép, az internetes játékok elől, ez egy nagyon nagy csoda és nagyon nagy lehetőség. És én azt gondolom, hogy ez a pálya erre tökéletesen alkalmas. Egy hétvége, egy szombat vagy egy vasárnap délután, amikor jó idő van, már tömegessével vannak itt a fiatalok, gyerekek, szülők. Azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet ez. Egyre több ilyen ötlet kell, ahol egy kicsit szabadba, egy kicsit tudnak mozogni, egy kicsit ki tudják magukat próbálni, és amelyik gyerek ezen a pályán végig megy kerékpárral, az mindenhol végig tud menni. Honnan jött az ötlet? Kérdeztük Szepesi Tibor polgármestert. Nem egyedi az ötlet, az, hogy Karcagon legyen, az természetesen több olyan fiatal ötlete is volt, és ezt már elég régre visszavezethetjük, hiszen többen jelezték, hogy szeretnének egy olyan kerékpáros pályát, gördeszkás pályát, amelyet használhatnak. Nyilván megvoltak erre a különböző elképzelések, különböző tervek, de az, hogy egy ilyen komplex pálya kerüljön felépítésre, amely mind a kerékpárosoknak, mind a gördeszkásoknak, mind a rollereseknek megfelelő, azt egy országos pályázatnak köszönhetjük, hiszen az Aktív Magyarországért pályázat keretében kerültek kiírásra ehhez hasonló úgynevezett pumpapálya pályázatok. Erre pályázott önkormányzatunk, és hát először ugye nagyon két kedve fogadták néhányan, hogy lesz-e ennek keletje, jó lesz ez Karcagra, kell-e nekünk erre pénzt költeni, de azt látjuk, és én is azt látom, hogy az az érdeklődés, amely nap mint nap megmutatkozik ezen a pályán, bár most egy kicsit az időjárás nem igazán kedvez, de ez az érdeklődés, ez mindenképpen azt mutatja, hogy nagyon jó volt az elképzelés, nagyon jó volt az ötlet, hogy idehozzunk Karcagra egy ilyen pályát. Amikor a tervezőkkel leültünk, és ugye átadtuk nekik a területet, hogy mi hol képzeltük el azt, hogy ez a pumpapálya megvalósuljon, akkor nagyon boldogan vették, hogy nem kell beszorítani kerítések közzé, nem kell beszorítani egy kis területre, hanem olyan széles lehetőségük van, amelyen megmutathatják az ő kreativitásukat is, úgyhogy köszönjük szépen az Orbitrexnek, a tervezőknek, a kivitelezőknek, hogy megálmodták ezt a pályát. És hát az ő fantáziájuk elszállt, nyilván a költségek volt az egyetlen korlát, amelyet előírtunk számukra, hiszen a pályázati összeg az fix volt,
de ebből ők kihozták az ország leghosszabb pályáját, ez 230 méter jelenleg, és hát úgy néz ki, hogy látva az idén beérkezett pályázati kiírásokat, illetve a terveket, még egy jó ideig ez fog maradni a leghosszabb pálya az országban. Tudtuk meg Szepesi Tibortól, aki rollerrel maga is végigment a pályán. Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos is szívesen kipróbálja majd a pályát. Egy biciklis ügyességi pályával gazdagodik Karcag és a Nagykunság. Én ennek nagyon örülök, mert amikor közlekedünk vagy kirándulunk, akkor azért vannak váratlan helyzetek, és ezt itt lehet gyakorolni, de azért nagyon figyelni kell, mert ahogy elnézem, azért próbatétel is egyben, nem lehet lankadni a figyelemnek egy másodpercig se. Én is kijövök majd, mostanában kevesebb az időm marad, hogy hegyvidéken túrázak, de még pár évvel ezelőtt ilyen úttalan utakon, meg földutakon, erdészeti utakon is gyakran megfordultam, úgyhogy vannak ilyen tapasztalataim, majd itt is ki akarom próbálni magam. Hogyha már ide jön valaki, akkor tud gyakorolni, és illeszkedik itt a többi programponthoz, vagy lehetőséghez, hiszen itt van a strandfürdő, az erdei futópálya, a lombkorona tanösvény, és még néhány más dolog is várja az idejekezőket majd, ami a jövőben készül el. Hát nagyon jó helyen van, tehát hogyha valaki jön a ligeti sporttelepről, boci pályák vannak, lovas pálya van, sokan szoktak oda fél órára, egy órára is könnyű futni, akkor útba ejtik ezt a pályát, és biciklivel mindenképpen érdemes kipróbálni. A megvalósítást végző cég képviselője, Gyűri Kristóf elmondta, a tervek jók voltak, azzal kapcsolatban nem volt problémájuk, úgyhogy biztosak voltak benne, hogy a pálya jól fog sikerülni. A terveink azok eléggé megvoltak varázsolva, tehát hogy hál' Istennek ezzel kapcsolatban nem volt nekünk problémánk, úgyhogy biztosak voltunk benne, hogy ez a pálya jól fog sikerülni, és a visszajelzések alapján most ugyan amióta megnyílt itt a lehetőség arra, hogy használják a gyerekek, azóta most vagyunk itt először, de a visszajelzések alapján azért tényleg jól sikerült, azt mondják itt a helyiek. A visszajelzések alapján, amióta megnyílt és használják a gyerekek, mindenki szerint jól sikerült a pálya. Tényleg az volt, hogy könnyen lehetett a építkezést is végigvinni, mert nem kellett ügyeskedni azzal, hogy milyen kis zsebkendőnyi területre kell bevarázsolni ezt a pályát, hanem tényleg az volt, hogyha megkaptuk ezt a területet, és akkor arra azt álmodhattunk, amit lehetett. És ennek az volt az előnye, hogy tényleg az ország legnagyobb pumpapályáját tudtuk itt most megvalósítani. Ez minden szempontból szerencsés, egyrésztről azért, mert hogy Karcagi a legnagyobb jelen pillanatban, másrésztről meg azért, mert nagyon sok gyerek tud egyszerre sportolni rajta. Tehát, hogy nem csak az van, hogy egymásra várnak folyamatosan a gyermekek, vagy akár rolleresek, biciklisek, bárki, hanem tényleg egyszerre többen is tudják használni, egy 30-40 gyerek bőven elfér rajta. Nekem nagyon-nagyon tetszik, tényleg nagyon sok pumpapálya épül most már az országban, de egyrésztről azért is, mert hogy ennek ilyen hosszú a nyomvonala, ezért is különleges, és tényleg olyan fárasztó tud lenni, ha valaki megfelelően tudja használni, ugye ennek nagyon nagy haszna az, hogy tekerés nélkül kell végigmenni rajta, tehát ugye alapvetően a pumpapályát így lehet jól használni, bárki használhatja bárhogy, de hogyha valaki jól akarja használni, akkor azt úgy kell, hogy nem teker rajta. És tényleg borzasztó fárasztó, tehát fizikálisan is úgy kimeríti az embert, akár egy kört megy rajta a kedves sportoló, vagy akár bárki. Tehát hogy tényleg minden szempontból nekem nagyon-nagyon tetszik ez a pálya. A megvalósítást végző másik cég képviselője Gács Péter a megnyitón ment is egy kört a pályán. Akkor is, amikor készült, akkor is kipróbáltam, igen, és most itt a megnyitó alkalmával is sikerült egy mért kört mennem. Itt már egy sokkal rendezettebb körülmények között, úgyhogy nagyon-nagyon élveztem én is. A kihívás azt gondolom, hogy abban merült, hogy tényleg szabad kezet kaptunk arra, hogy egy olyan területen építhetünk, ahol nincsenek korlátok, így aztán mertünk nagyot álmodni, és egy 230 méter hosszúságú pumpapályát építettünk. Így tényleg azt mondhatom, hogy ez egy olyan hosszúság, ami Európa szinten ismerendő. A műszaki adatot talán inkább a sport oldaláról kezdeném. 43 darab hullámot tartalmaz a pálya, és 12 darab kanyart, ami ez a két szám már önmagában egy nagyon nagy szám, és ehhez képest a terület méretéhez képest pedig egészen sűrű is, úgyhogy úgy kompaktul néz ki, tényleg úgy néz ki, mint egy összerakott kerékpáros pálya. Tehát egy autonóm rendszerű világítást telepítettünk ide, ami azt jelenti, hogy napenergiával működtethető, és nem sportvilágításról beszélünk, tehát nem egy focipályát kell megvilágítani, hanem annyi fényre van szükségünk, hogy biztonságosan láthassuk az akadályokat, és így aztán tényleg lehet használni sötétben is. Azt gondolom, ennek igazán nagy jelentősége a késő őszi téli időszakokban van, amikor az idő talán megengedi azt, hogy egy kellemeset mozogjunk itt kint a szabadban, de hamar besötétedik, és ilyenkor nagyon-nagyon jól jön, hogy 4-5 órakor, még amikor mindenki mozogna, akkor itt lehet egy kellemeset sportolni. Tehát, hogy megfelelő biztonsággal kell azért ezt kezelni.
kezelni, persze bukósok használata is kötelező, az nagyon-nagyon fontos. És ami még egy plusz ad ez a pályához, hogy nagyon sok összeérő pályaív van. Ezzel lehet kombinációkat végrehajtani, egyik ívből a másikra átugrani, hogyha már valaki gyakorlottabb bringás, úgyhogy rengeteg lehetőség rejlik még ebben a 230 méteren felül is. Kigyulladt egy vályogház Karcagon. A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat a hétvégén. Teljesen kiégett egy 28 négyzetméteres cserépfedésű vályogház Karcagon a Pálya utcában. Kigyulladt egy 30 négyzetméter alapterületű lakóház három helyisége, illetve tetőszerkezete Karcagon a Pálya utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik légzésvédelem mellett behatoltak az épületbe, ott azonban személyt nem találtak. Egy hőhatást ért gázpalackot viszont igen, ezt kihozták és visszahűtötték. Az egységek emellett két vízsugárral megfékezték a lángokat. Az épület lakhatatlanná vált, födém szerkezete több helyen is beszakadt. Lakóját rokonok fogadták be. A tűz keletkezése idején senki nem tartózkodott az épületben, amelynek födém szerkezete több helyen beszakadt. Segítsünk együtt a háború elől menekülőknek! Tisztelt karcagi lakosok! Karcagvárosi önkormányzat gyűjtésszervez a bajba jutott emberek megsegítésére. Tartós élelmiszer, konzervek, alapvető higiéniai termékek és ruházatgyűjtésben várunk felajánlásokat. Felajánlásokat a karcagi többcélú kistérségi társulás, Szociális Szolgáltatóközpont, Karcag, Bajcsi-Zsilinszky út 6 szám alá várják. Hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óráig, illetve a karcagi polgármesteri hivatal Kossuth tér 1-es számú portájára munkanapokon 8 és 17 óra között. Anyagi hozzájárulás esetén hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást. Ezen kívül egy számlaszámot is nyitott a kormány az adományoknak, amelynek számlaszáma 11 71 17 11 kötőjel 22 22 22 22 áll Szepesi Tibor polgármester közleményében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!